Sziasztok! Előző videónkban már vetettünk egy pillantást a blackmagicdesign.com oldalra, ahonnan a DaVinci Resolve beszerezhető. Ugorjunk is most oda! A fő oldalról elérhetjük a letöltést a Download Now gomb segítségével. Válasszuk ki, hogy milyen operációs rendszert szeretnénk, ami esetünkben ez a Windows lesz, és magát a DaVinci Resolve 17 jelen esetben még beta verzióját. Pár alapinformációt szükséges megadnunk magunkról, mint regisztrációs alapadatot, majd ha ezt megtettük, akkor a Registrant download indíthatjuk el a letöltést. Miután letöltöttük a programot, telepítettük, majd elindítottuk, a következő ablak fogad minket. Ezen a kezdő oldalon tudunk tulajdonképpen új projekteket létrehozni, importálni, vagy elkészült, meglévő projekteket exportálni. Az asztalon az importálás bemutatásához létrehoztunk egy testfajt DRP a kiterjesztése. Kattintsunk jobb klikket, majd Import Project, válasszuk ki az Import Test DRP fájt, egyszerűen Open, és mint láthatjuk, az Import Test file be is került az adatbázisunkban. Ha már adatbázisokról beszéljünk, nézzük meg, milyen adatbázissal dolgozik jelenleg a DaVinci. Ehhez a következő ikont válasszuk, Show and Hide Databases. Láthatjuk, hogy jelen esetünkben két adatbázis van. Az egyik a Local Database, ugye alapvetően a program ezt adja meg, de én az oktatás kedvéért létrehoztam egy Education nevű adatbázist is. Egy adatbázis létrehozása egyáltalán nem ördöngös feladat, egész egyszerűen kattintsunk a New Database-re, itt a New Database-en belül először válaszuk a Create-et, majd válaszuk, hogy Disk, tehát meghajtóhoz rendelten akarjuk létrehozni. Adjunk neki egy tetszőleges nevet, és meg kell adnunk egy elérési helyet. Ha az alapadatokat megadtuk, a Create gombbal létrehozhatjuk az adatbázist. Mi most ezt nem fogjuk megtenni, hiszen már korábban erre a célra létrehoztuk az előbb említett Education adatbázist. A projekt nézetei közül az alapból beállított csemperézet mellett választhatunk listás nézetest is. A listás nézetbe pár a projektre vonatkozó alapadat is megjelenítésre kerül, így mint például a formátum, a framerate vagy a dátum, amikor létrehoztuk. A projektek felületen, amelyben posztertípusú megjelenítést választunk, be tudjuk állítani azoknak a nagyságát. Természetesen normál fájkezelő programokhoz hasonlóan tudjuk projektjeinket rendezni különböző kategóriák szerint, így mint például a módosítás dátuma vagy a név. Természetesen, ha szeretnénk, új mappát is létrehozhatunk. Nincs is más hátra, mint hogy létrehozzuk új projektünket. Ehhez az Untitled Projectre kattintsunk kétszer. A Da Vinci hamar létre is hozta új projektünket. Mielőtt bárminek is nekiállnánk, a projekt projektbeállításokat tegyük meg. Ehhez menjünk a jobb alsó sarokba, majd válasszuk a Project Settings-et. A legfontosabb, hogy először is beállítsuk a Timeline, vagyis az idővonal felbontását, Hagyjuk most ezt Full HD-n, vagyis 1920x1080-on. Természetesen választhatunk más beállítást is, akár Ultra HD-t, vagy kisebb felbontásokat, de akár tetszőleges méretet is megadhatunk. Nagyon fontos a framerate beállítása. Állítsuk ezt szabvány szerint 23.976-ra. Figyeljünk arra, hogy a playback, vagyis a lejátszásnál is ugyanez a frame per second maradjon és ügyeljünk arra, hogy a videomonitoringnál is, ahogy a rendszer ezt automatikusan megtette, és ugyanezeket az értékeket hagyjuk. Természetesen a videomonitoring esetében van bőven létjogosultsága annak, hogy a timeline-tól, illetve a playback-től eltérő adatokat állítsunk be. A videomonitoring a munkállomásunkra kötött jelen esetben monitor felbontását határozza meg. Mivel esetünkben ez egy Full HD monitor, ezért teljesen helyén való, hogy hagyjuk 1080P-n illetve a framerate is természetesen a 23.976-on. A Master Settings beállítása után kukkancsunk az Image Scalingre. Az image scalingen belül pedig az Input Scalingre. A Mismatched Resolution resolution on belül tehát az alapbeállítás a Scale Entire Image to Fit. A scale entire image to fit esetén, amennyiben például egy nagyobb felbontású fájt alkalmazunk, egy ultra hd és fájt használunk fel, fogunk majd importálni, akkor ezt nekünk a projekt beállításaira, ami jelen esetben az 1080p, arra fogja leszkálázni. Amennyiben beállításunkat a jövőbe is gyakorta fogjuk használni, úgy a Precex-en belül azt érdemes, mint projekt beállítást elmenteni. Kattintsunk a Save majd mentsük el a beállítást. Lényeges a timeline frame ratejének pontos beállítása még a projekt elején, hiszen amennyiben importáltunk fájt és létrehoztuk a timeline-t egy adott frame úgy az a timeline a későbbiekben már nem módosítható. Célszerű backupokat, vagyis biztonsági mentéseket készíteni. Válasszuk a DaVinci Resolve menüt, Preferences, a User, a user menüben pedig a project save and loadot. Itt egyrészt beállíthatjuk az automatikus mentést a live save-vel. Én személy szerint nem szoktam beállítani, így most nem teszem meg. Hasznos még a projekthez fűződő biztonsági mentések létrehozása. Ehhez pipáljuk ki a Project Backups-t. A Project backups belül ki kell választanunk, hogy hova tegye meg a biztonsági mentéseket. A biztonsági mentéseknél beállíthatjuk, hogy jelen esetben minden 10 percenként hozzon létre egyet. Az hourly backups for the past esetén azt jelenti, hogy két órára visszamenőleg, a délinél pedig, hogy két napra visszamenőleg őrizze meg a biztonsági mentéseinket. Most, hogy megnéztük a biztonsági mentés beállításait, elmentjük a projektet. Most, hogy elmentettük projektünket, nézzük meg, hogyan is tudjuk betölteni a biztonsági mentéseket. Ehhez menjünk a File, Project Manager, tehát visszatérünk a Project Managerbe. Most már láthatjuk az elmentett projektünket. Jobb klik a projekten, majd Project Backups. Lényegében ebben a videónkban ennyit szerettünk volna elmondani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, köszönjük, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!